Ezékiel 47-nél ugye olvassuk, hogy az Úr egy forrás fakaszt a millenniumi templomban. És ahogy nézzük, fokozatok vannak, mert először csak egy kis a templomból kis bokáig érő víz jön ki belőle, utána térdik, stb. Utána pedig már úsznivaló víz. Ez mind a jelképe annak, hogy a Szent Szellemnek a jelenléte hogy tud a hívőben növekedni. Első tanulság, hogy a Szent Szellem soha nem akarja, Isten soha nem akarja, hogy a Szentléleknek abba a jelenlétébe rekedjél meg, amibe bekerültél a Szent Szellemben való alámerítkezéskor. Az többnyire olyan, hogy a bokáid ér. Tehát amikor megvan az élmény, akkor úgy érzi az ember, hogy tele van. De viszont a szellemét, a kívánságait, képességeinket, rendkívül bonyolult természetünkben egy megaváros a természetünk. Nagyon sok területbe nem vonul be a Szentlélek, és rövid időn belül rájövünk arra, hogy az első találkozás a Szentlélekkel körülbelül olyan, mint amikor bokáig érő vízben tapsolunk, élevet taposunk. De persze a Szentlélket ne tapos meg, akkor is tisztelned kell. De utána ugye egy jó keresztény törekszik arra, hogy akkor még többet, még jobban. Mert szeretném a képességeimet, hogy ne az örökölt természetem, a szokásaim, a bedegződéseim, a génjeimbe elraktározódott infók irányítják, hanem egy új természetem legyen. Természet cseréről van szó. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kell törekednem arra, hogy a Szent Szellemnek a jelenléte nagyobb legyen bennem. És amit mond az Isten igéje, hogy végül is a próféta már nem tudott átmenni, mert egy nagy folyó lett belőle egyébként, majd a millenniumi korszakban pontosan ez fog megtörténni Jeruzsálemben, hogy csodálkozni fogunk, hogy ahogy kijön a kis forrásból egy kis víz, hogy egy kis jelentéktelen pataknak fog tűnni, de azt majd egy bizonyos fizikai távolságból nézzük, ott már egy olyan folyó lesz, mint a Duna, csak hát az kék lesz, nem, a tiszta lesz, tehát ott már nem tud át, azt mondja a proféta, már nem tudott áthatolni, mert azt jelenti, hogy teljesen áturalja. És ezt jelenti, a keresztényeknek mindig figyelnie kell, mert te fellettél ültetve a mennyekbe, te szentek szentjé, a szellemed. És a szellemedből először egy kis áttörés van. Akármilyen nagy találkozásodban a Szentlélekkel, de a természetünk annyira nyers, annyira barbár a Szentlélekhez képest, annyira el van idegenedve a mennytől és a Szentlélektől és Krisztus természetétől, hogy egy idő, míg azt átműveli, föl a köveket eltávolítja, fölaprítja, porhanyóssá teszi, finommá teszi a Szent Szellem számára, hogy az egész embernek a személyiségét átitassa, áthassa, és rajta maradjon a Szent Szellem. Ebben kell, kérlek, hogy egy egységet kössél, mint a házasságban, hogy kettő úton nem járhatnak, illetve egy úton nem járhatnak ketten, hogy meg ne egyezzék. Tehát neked meg kell kötni, hogy beléptem ezzel a Szentlélek útjára, de szeretnék eljutni teljesen ahhoz, hogy úsznivaló vízet. Tehát olyan erős legyen a Szentlélek jelenléte, hogy teljesen át legyen mosva. Minden képességem, a kommunikációs képességem, gondolkozásra való képességem, érzelmi tradícióm, érzelmi életem, megfontolás, emlékező képességem, rengeteg képesség van az ember, a fizikai képességem, lelki képességem, szellemi képességem. Tehát ez pontosan a Szentléleknek a bennünk lakozásából és a jelen formáló erejéből ez tud következni, és a Szentlélek pedig pontosan a haszonunkra adatot, tehát hogy hasznot kell húznunk ebből, hogy egy megtörténjen az életünkben. Nem csak erre kell figyelned, természetesen a Szent Szellemmel való közösségben, hanem más módon is működik a Szentlélek, egy nagyon gazdag világ.
gazdag birodalom. Sokkal nagyobb, amit gondoltunk. Erő, akármilyen területére nézünk, ugye alapvetően felsorolja a Szentléleknek a különböző területeit Izaiás proféta, tehát akármelyik területre kezd, akár hatalomra, akár erőre, akár bölcsességre, tudományra, akár magára, Krisztus, az Úrnak a szellemére, mindegyik végére mehetetlen isteni gazdagsággal rendelkezik. És Isten ezt akarja ránk önteni. De nem csak ránk önteni, mert hát látjátok, hogy a kacsáról is lepereg a víz. Ha a víz alá megy, elmész a Balatonpartra, annyira sok ilyen szárcsától fogva mindenfajta madarat látsz, lebuknak, ha atyuk, nem látsz rajta egy vízcseppet sem. Nagyon sok keresztény így merül bele a Szentlélek jelenlétébe. Mind a kacsák. Tehát semmiféle nyoma nincsen, hogy víz alatt volt. De azt akarja az Úr, hogy úgy merüljünk be, és addig merülj be, amíg nem szárazon jössz ki, hanem folyamatosan ott marad rajtad a Szentléleknek az ereje. Nem csak kívülről, hanem belülről is, mert itt most a belső világunkról beszélek, hogy rengeteg olyan területe van a személyiségünknek, amivel még szűz terület, megkódításra való, megkódítás, honfoglalás pontosabban, honfoglalás előtti terület. Tehát még a Szentlélek nem foglalta el, és nem érvényesül a bizonyos területeken a tulajdon joga. És nekünk az a feladatunk a Szent Szellemmel való együttműködésbe, hogy érvényesüljön a személyiségünknek minden területén a tulajdon joga. Ő birtokoljon bennünket, ne mi birtokoljuk őt. Ha ő birtokol bennünket, akkor hasznára van. Nagy vonalú a Szentlélek, segít a Szentlélek.